Felhívjuk a Hozsót, megkérdezzük, hogy mi újság, figyelj. Nézd meg, hogy hogy veszi föl, várjál. Na, halló? Merre vagy? Merre vagy? Akkor gyere vissza, légy szíves, gyorsan az öltözőbe, jó? Mert itt riportozunk, jó? Gyere az öltözőhöz. Jó? Gyere? Jó. Akkor most várunk. Most várunk a Hozsóra. Egyébként nagyon szép szoknyába jött ma este a Hozsó. Ezzel húztam egész este, mert ilyen nagy bő szárú nadrágban érkezett. Egyébként tisztázzuk már, mi ez a retro kérdés, most már ha már éppen ilyen szépen összejöttünk, és nem fogjátok hátha megvágni, mert ugye mindig erről megy a varia, hogy igen, vannak zenekarok, akik mondjuk a 90-es években, vagy 80-asban akár kezdték, aztán úgy akkor abba is hagyták, mert a 90-esben abba hagyták. Számunkra azért fura ilyen retro dolgot hallani, mert bár korunknak megfelelően akár retro is lehetnénk, csak azért nem tartjuk magunkat mégsem annak, mert ahogy egy Madonna sem tartasz még retrónak, mert mindig jön és létezik és aktuális, tehát magyarul ő nem szakította meg a munkásságát, nem maradt ott a 90-es évekbe, vagy akár ő a 80-asban, hiszen ő még régebben kezdte. Így magunkra ezt annyira nem szoktuk érteni ezt a dolgot, így mindig értetlenül állunk, de közben meg megtisztelő dolog, hogy végül is a retro az valahol egy ilyen pozitív jelző is ilyen tekintetben, hogy végül is, ha van egy évtized, vagy akár egy évhuszad, akkor abba beleférünk, tehát érdemes megemlékezni erről, ez tök jó, csak nekünk van egy azt következő, vagy azt követő életünk is, meg ma is van életünk, meg új zenénk is, tehát ez így számunkra azért ez mindig egy ilyen megkülönböztetést. Tök sokan nem tudják, hogy ti még vagytok, és hogy ugyanúgy csináljátok. Hát, hogyha sokan nem tudnák, hogy vagyunk, akkor bajba lennénk, mert a koncerteken nem lenne senki. De a gyakorlat azt mutatja, hogy éppen, hogy tele vannak a koncerthelyszínek. Ez azt jelenti, hogy mégis tudnak rólunk. Mindenki meg nyilván nem tudhat rólunk. Ahhoz nyilván azt kellene, hogy annyit szerepeljünk mondjuk a médiában, hogy napi szinten mindig valami hír legyen rólunk. Na most én arról nem szívesen nyilatkozom, hogy éppen kivel, mikor, hogyan, mit, miért és nem, meg igen, vagy bármi másról, tehát a magánéletünkről nem igazán. Volt ilyen időszak, amikor akkor is akaratunkon kívül mindig írtak hülyeségeket, szóval ez nem a mi játékunk ilyen szempontból, ezt meghagyjuk tényleg azoknak, akik ebből élnek. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy a zenén keresztül szeretnénk ugye az emberekkel kapcsolatba kerülni. Erre meg nem nagyon van manapság mód, csak a koncerteken keresztül, meg ilyenek. Úgyhogy ez teljesen természetes, hogy nem tudhatja mindenki, hogy milyen aktívan működünk, de úgy látszik, hogy bizonyos számomra épp elegen tudnak róla, mert ott vannak a koncerteken. Mi lesz a legközelebbi nagy dobás a Kozmix-tól? Hát például ma este még várhatnak tőlünk egy mosomagyaróvári fellépést, az biztos, holnap Erdélybe megyünk. Egyébként meg a Facebookon például a facebook.com/Kozmix Official című oldalon ki van most már írva a teljes nyári turnéprogram, amiben elég sok élő koncertünk van. Tehát érdemes ott megnézni egyébként, mert így fejből tényleg nem tudom ezt most összefoglalni. Ez szomorú. Hát mi is. Sokszor én is onnan nézem, hogy mikor, hol leszünk. Úgyhogy ott tényleg nyomon tudjátok követni a programokat, hogy ki merre, milyen körzetben lakik, ott milyen sik hozzá közel, melyik szimpatikus neki, arra el tud jönni, ha van kedve. Ha nincs, akkor is, mert azért illik ott lenni. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.